Hangosan szurkolnak csapattársuknak a gyerekek azon a sorversenyen, amit Bátaszéken a Kanizsai Dorottya általános iskolában rendeztek meg. Almási Hanna lelkesen mesélt arról, hogy neki mi tetszett a legjobban a megmérettetésen. De azt a magasugrást, ami most van, akkor nagyon jól éreztem magam, mert így nagyon jó volt ez. Meg amikor eznél a labda, amikor ezt a labdásat játszottuk, ezt a pattogtatósat, akkor is nagyon jó volt, mert az ez a dobogós a kedvencem, meg az, amikor a labdát be kell a boly alá rakni, az is jó volt, meg az a ütős is jó volt, amikor a labdát kellett, az is nagyon tetszett, meg mindegyik pálya tetszett. A gyerekeket az iskolai testnevelés órák keretein belül készítették fel a pedagógusok a versenyre. Orosz Kristóf elmondta, hogy nagyon sokat gyakoroltak az iskolában a megmérettetésre. Tetszik egyelőre a verseny. Két hétig gyakoroltunk minden egyes tesi órán. Hát gyakorolni kicsit fájdalmas volt, pár sebet szereztem. Legtöbben gyakoroltuk a magasugrást gyakoroltuk, mert egyik feladatban magasat kell ugranunk, hogy ne verjük be a térdünket, és legtöbben még a kosárlabda vezetést gyakoroltuk. A sorverseny diákolimpiai alapselejtező volt, innen juthat tovább a legügyesebb csapat a januárban megrendezésre kerülő újabb állomására a diákolimpiának. Bátaszékről, Decsről és Öcsényből is jöttek diákok. Antal Tibor testnevelő tanár elmondta, hogy a diákok hetek óta készülnek a megmérettetésre. A versenykiírásban megadták a feladatokat, így minden csapat saját környezetben alaposan fel tudott készülni a versenyre. 6 különböző nehézségű feladatot kellett teljesíteniük a gyerekeknek. Hosszú idő után rendezzük meg Bátaszéken ezt a sorváltó versenyt, melyre 3 csapat jött el. Eredetileg úgy volt, hogy 5-en leszünk, de sajnos a vírushelyzet most is közbeszólt, 2 nem tudtak emiatt jönni. De akik itt vannak, azok nagyon lelkesek, hetek óta készülnek ezekre a feladatokra, és szerintem nagyon jó hangulat lesz, ezt majd is megláthatjátok. A játékos sorverseny célja, hogy a nevelési, oktatási intézmények tanulói részére az életkori sajátosságoknak megfelelő, a kerettantervre épülő játékos sor és váltóversenyek rendezésével versenyzési lehetőséget biztosítson a diákoknak. Segíti az iskolák közötti kapcsolatok kiépítését, a fiatalok közötti sportbarátságok kialakítását és elmélyítését. A mozgásanyagra épülő képzés során az együttműködés a fair play szellemiségnek kialakításában is nagy szerepet játszik. A legjobbak számára pedig az országos versenyen való részvételt biztosítja, hogy sikeresen képviseljék iskolájukat a diákversenyen.